Szervusztok! Ezt a gyors videót azért készítem, mert szeretnék átadni egy-két ötletet, és elmagyarázni egy pár olyan dolgot, amit úgy érzem, hogy az emelkedőknek tudni kell. Azt kérem, hogyha ezt a videót megtaláltátok, akkor kérlek osszátok meg olyanokkal, akiket ez érdekel, akik emelkednek, akiket ez érinthet. Ugye, mint ti is látjátok, az energiák eléggé megerősödtek, intenzívebbé váltak. Ez úgy is mutatkozik, hogy az embernek az alvási ciklusa az megváltozott. A test fáj, a fej fáj sokaknak, de ezek fölött vannak olyan nagyon fontos dolgok, amit hogyha az ember tud, és az elmében tud integrálni, akkor tud emelkedni, és ki tudja magát tenni mindenféle fölösleges fájdalom és megpróbáltatás alól. Most már ez jó pár hónapja, akár egy-két éve is megy, hogy az égiek elkezdték a negyedik dimenziót így beszűkíteni. Most ez lehet olyan sokat nem mond sokatoknak, de az lényeg, hogy a negyedik dimenzió alján volt az asztrál sík, és a frekvenciasáv tetején volt az akasa. És nagyon sokunk a jövőből jött, tehát visszafelé mentünk az akasán. Tehát a legutolsó dolgot láttuk először, és ahogy megyünk, egyre inkább találkozunk ezekkel az ősi mintáinkkal, és utána akkor beleírunk az asztrál síki traumáinkba, ami eléggé kegyetlenek és könyörtelenek a legtöbbünknek. Ahogy a negyedik dimenzió, a frekvencia sávot szűkítik be az égiek, úgy van ez a felső énünk és az alsó énünk, az is integrálódik. Az emberek most úgy érzik, hogy én mondom inkább, hogy egy eszméletlen feszültséget éreznek. Van ez az as above, so below. Ez most elkezdett mind a satuzárodni. A múlt, a jövő, az is elkezdett így, mint a négy fala így bezárulni. És ez oda vezet, hogy az emberek nagyon feszültek. Most kijön egy csomó szorongás, most kijön egy csomó félelem, egy csomó kételkedés. És ez mind jogos, de van most egy olyan nagyon fontos dolog, ami, és ez a lényeg az üzenetemnek, hogy ahogy szűkülnek be, jönnek le a felső és alsó énjeink, a magasabb dimenziók és az alsó dimenziók, meg a múlt és a jövő, és akkor az összes tér, hogy van egy úgynevezett fényvilág, és van egy úgynevezett árnyvilág. Aki eddig integrálta az elméjét, és tényleg ráfeküdt arra, hogy az árnyvilágot, a sötét, mély árnyvilágot integrálja, az egész jól tűri, ami most folyik. Viszont van egy nagyon nagy réteg az emberiségnek, aki ebben a fényvilágban élt. Ez azt jelenti, hogy sokszor vicces mondtam, hogy édes, aranyos, kedves, bűbájos, jó akaratú, megbízható, bla bla. Most azt mondja, hogy ez a leszűkült világ, ez egy ilyen kettős tükör. És aki ebben a világban élt és megtagadta a sötétséget, az eszméletlenül rosszul lesz. Szóval szerint rosszul lesz. Tehát tényleg az emberek van még egy pár hónapja, hogy észbe kapjanak, és elkezdjék az elméjüket integrálni, mert aki megjárta a hadak útját, tehát most is van ez a lélek sötét éjszakája, az már itt szépen belenyúlt ugye a mélykaptárba, és akkor kezdi oldani a sötétséget, azáltal ugye le tud menni, és akkor leszünk igazán fények, akkor tudjuk elfogadni a fényt. Viszont, ahogy említettem, nagyon sok ember meg van rekedve ennél a tükörnél, és próbálja magának bizonyítani, és tagadni azt a mélységet, azt a sötétséget, ami az elmében uralkodik. Ezek a sötét programok, ezek az ego programok évmilliókkal ezelőttről, a kollektívból, a kozmosz a többi részéről, és ezt is tudjátok ma, hogy azok, akik tényleg belemertek nyúlni ide, ebbe a kaptárba, azok tényleg nagyon gyorsan elkezdenek gyógyulni. Itt van, ezen a részen vannak a negatív érzelmek. Itt van a szomorúság, a harag, a dű, a tombolás, az arrogancia, az a sok gyűlölet, amiről beszéltem sokszor, és a legtöbb ember ezt nem hajlandó felfedezni, azaz elismerni. Erről beszéltem az árny előadásban, hogy aki ezt megtagadja, az Isten káromlás. Az olyan rosszul lesz mostantól kezdve, hogy aztán nem is fogja túlélni, ami most jön. Nagyon fontos az elme integrációja. Nem itt vagyunk, ez egy részünk, de ez egy nagyobb részünk. És mikor mind a kettő integrálva van, akkor le tudunk menni az óceán aljára, és ott van a fény, ott van a krisztusi tudatosság, ott van tökéletes egészség, ott van biztonság, és így tovább. És azt is nagyon fontos tudni, hogy most, ami jön,
ez a Bibliában is le van írva, mondták, hogy 33% az emberek meg fog makkanni. De elmondom, miért makkan meg az ember. Azért, mert az elme struktúrájában, hogy vannak a negatív érzelmek, ugye ezt ismerjük. Néha szomorúak vagyunk, mérgesek vagyunk, dühösek vagyunk, bánatosak vagyunk, félünk, szorongunk, fájdalmunk van, bűntudatunk van, tehát ezek a negatív érzelmek, és ezek mindig arra szolgálnak, hogy jelezzék, hogy valami van az elme mélységében elvaratlanul és megoldatlanul. Okay? Legtöbb ember ezt félreértelmezi, és ez triggerek formájában is előjön. Trigger, mi a trigger? Valaki idegesít, valaki bosszant, valaki tudod, kihoz belőled valami olyan nem kívánatos érzést. Ez azt jelenti, hogy itt az elme mélységében vannak megoldani valók. Az emóciók alatt, tehát az érzések alatt, ezek ugye az érzelmi test, az ego teremti őket, vannak a hiedelmek. Mi azt hisszük, hogy minket nem szeretnek. Mi azt hisszük, hogy nekünk nincs erőnk. Mi azt hisszük, hogy az az emberre csak így tudunk bánni. Azt hisszük, hogy az az ember ezt fogja csinálni. Mi azt hisszük, és tevünk 10 000 olyan hiedelmek, amit a legtöbbje hamis, fals, és ezek a hiedelmek teremtenek bennünk úgynevezett nem kívánatos érzéseket. Azért kell az elme takarítása, és ezeken a rétegeken átmenni. Na most nem lehet úgy gyógyulni, hogy egyszerre mindenki tisztul. Ez olyan, mint mikor egy házat próbálom kifesteni, nem lesz kész az egész. Nem mondja a tündér, hogy varázspálcával, ez puff, mindenki van festve. Szóval először kezd az egyik fallal, akkor az úgy néz ki, hogy kinéz. Utána csináld a másik falat, utána visszajössz, utána az éleket, utána kisecset, stb. Így működik az elmének a takarítása is. És ez azért nagyon fontos, mert ahogy megyünk egyre mélyebbre, úgy óhatatlanul széttöredezzük az elménket. A töredezett elme ez egy nagyon-nagyon ismeretlen, viszont egy nagyon domináns tartomány az elmében, és azt jelenti, hogy egy kicsit ez, kicsit az. Már azt megoldottam, de mégis van. Ez biztos? Nem vagyok mi. És tele vagyunk ilyen konfliktusra. Több 10 000 megoldatlan részünk van, ami egy elkerülhetetlen rész a gyógyulásnak, csak itt megáll az ember. És nagyon-nagyon keveset tudnak a töredezett elméről. Ez bele itatódik, vagy ivódik az úgynevezett értékrendünkbe is. Azt mondjuk, hogy ez fontos nekem, de nem vagyok biztos. Én szeretném ezt csinálni, de nem vagyok abba biztos. Nincs meg a magabiztosságom. Én ezt csinálom, meg azt csinálom. Így gondolom, de. Mint mikor van egy de, az a töredezett elmének egy úgynevezett döntésképtelenségét jelzi. Minél inkább töredezett az elme, és ez magától idővel egyre inkább töredezik, annál inkább, és itt a kulcs, skizofrénebbé válik az ember. Innen jön a skizofrénia, innen jön a bipoláris, ezek a gyógyulatlanságok, mert az ember annyira nem ismerte eddig az elmét. És ha itt elkezdünk integrálni ebben a töredezett elmében, akkor meggyógyulunk. Ez alatt a töredezett elme van az árnyvilág, itt is nagyon-nagyon nagy dinamikus óceánmélységű dolgok vannak, ezt is integrálni kell, erre egy más technika való, és akkor legalul, ugye itt vannak az ősi sebek és a kvantum energetika, amit sokszor ilyen tapping-el, meg ilyen dolgokkal lehet feloldani. Mind az összes réteget, mind az 5 réteget meg kell gyógyítani, különben az embernek mindig lesz valami újabb és újabb dolga, ugyanazzal a felszínen megforduló vagy látszó dologgal. Tehát, amikor azoknak, akik ismerik a nagy technikát, amit megosztottam a viszlát szorongás elleni új életbe, abban a technikán belül, amikor szembenézel a másik emberrel, amikor szembenézel magaddal, azok rész integrációs lépések. Ez a legnagyobb gond az embereknek. Tele vagyunk részekkel, és ezt csak részterápiával lehet meggyógyítani. És ezek az lépések, amiket mutatok, ez az a töredezett elmét integrálja, tele van úgynevezett rész integrációs terápiai lépésekkel. Azért nagyon fontos, hogy úgy csináltak, ahogy javaltam. Amikor ez megvan, tehát integráljátok ezt a töredezett elmei részt, utána már könnyebb lesz döntést hozni, utána nem lesznek ezek a nagyon nagy feszültségek, majdnem minden nagyon dühös kitörésünk, ugye ez a töredezett elmébe jön, és akkor az alatta megbújó árnyvilágból. És most, hogy ez a sató, ez záródik be, aki csak itt van ebbe az édes, aranyos, kedves fény, ez úgy, hogy false light, tehát ez egy hamis fényvilág, aki itt van, az, ahogy mondtam, ki fog feküdni, ki fog taknyolni, és nagyon rosszul lesz, és lehet, hogy távozni fog, mert nem itt van a megoldás. Jó? Át kell menni a tükör másik oldalára, és itt elkezdeni úgy integrálni a részeinket, az elutasított részeinket, amik az árnyaink, hogy egyszer azáltal az ember erőre kap, és visszakapja a normalitását, tud gondolkodni, és el tudja fogadni a fényt. Aki nem tudja elfogadni a fényt, azzal tudjátok, hogy mi lesz. Tehát ez csak a fénymagoknak szólt, ez csak az emelkedőknek szólt. Itt a kulcs.
Oké, tartsátok magatokat biztonságban, mert most nagyon sok agresszivitás ki fog jönni azokból az emberekből, akik ezt a részt megtagadták, és minél integráltabb az elmétek, annál nagyobb védelemben lesztek, annál nagyobb biztonságban lesztek. Ezt még gyorsan beszúrom, mert nagyon nagy félreértések vannak a világban. Láttam egy képet a Maui tűzről, és ott volt egy kék autó. Hogy akkor a kék autónak semmi baja nem volt, a többi meg kokszával tépe. És akkor mondják az emberek, hogy hát a kék színe nem hat a lézer? Ez nem arról szó. Aki az Istennel van, arra nem hat ez a hatás. Nagyon-nagyon észnél kell lenni. Mindig mondom, ki van a fénnyel, ki van a sötétséggel. 99,9% az emberiségnek a sötétsége van. Azért nagyon nehéz fénynek lenni, mert ők povedálnak, állandóan okoskodnak, mindent tudnak, és ez nem így van. Tehát az ember, aki dolgozik magán, az elméjét kiüríti, az el tudja fogadni a fényt, az meg lesz védve. Most, hogy jönnek majd a természetes katasztrófák, most már ugye jönnek a cunámik, a vulkánok, kitörések, meg ezek. Ez mind azért van, mert az ember elméjében el van utasítva az első dimenzió, szeparációban. Erről beszéltem Szonyával, a trauma videóban valamelyik az úgynevezett természeti katasztrófák. Az emberi elmén belül van egy szeparáció, és ezt nem lehet úgy megoldani, hogy az ember elkezd ölelgetni mindenféle ízét, tölcsfát. Nem a fizikai síkon gyógyulnak ezek a dolgok, hanem elmei síkon. Jó? Azt mondom, integráció, 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 és minden elmei rétegen megvan maga technikája. Szóval szeretem oda szátadni, sok szeretettel, és hajrá! Milyen az új világ, hajrá fény, ha van bármi kérdés, akkor szóljatok.